Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szombaton adták át a Nosztalgia Nyugdíjas Klub által készített Pehely Paplan Bódén a városrész egyik legfiatalabb lakójának. Elsőként erről számolom be Önöknek. A Nosztalgia Nyugdíjas Klub 6 éve ápolja Bódén a tolfosztás hagyományát Szímeiszter Imréné klubvezető kezdeményezésére. Eszembe jutott, hogy a gyerekkoromban Tüskeváron, mikor laktunk, ott az volt a szokás, hogy a libákat neveltek nyáron a családok, nekünk is voltak, és akkor megfosztották a tollat, ugye gondos háziasszonyok összegyűjtötték, és akkor télen, mikor már nem volt mit dolgozni ott kint a ház körül, akkor mindig december-januárban megszervezték a tolfosztást. Ha például egyik háznál elfogyott, akkor mindig sudrit tartottak, megvendégelték a tolfosztókat, akkor mentek a másik házhoz. A frissen fosztott tollból a nyugdíjas klub tagjai minden évben pehelypaplant készítenek egy bódéi kisgyermeknek. Annak ellenére, hogy ma már kevesen nevelnek libát, a Nosztalgia Nyugdíjas Klub mégis tud tollat szerezni. A Klán Irénke, a klubtagunk, őneki voltak libái, és akkor felajánlotta nekünk a tollat pehelypaplannak, hát nagyon örültünk neki, és akkor még a tavalyról maradt egy kis tollunk, azt is hozzátettük, és akkor így lett meg a pehelypaplan. Az elmúlt télen a klubtagok négyszer gyűltek össze tollat fosztani. Általában 15-en voltak, és ahogyan a régi idők asszonyai tették, munka közben megbeszélték ügyes-bajos dolgaikat is. Szímeiszter Imréné elmondta, klubtársai minden évben nagyon várják a paplan készítést, ami igazi csapatmunka. A Kelemen Erzsini, ő a varró, ő a paplan varró. Ő az nagyon érti. Hát mi is segítettünk nekiben, amikor tollal van szó, hogy akkor egyedül nem lehet megcsinálni. A Nosztalgia Nyugdíjas Klubnak talán ez a legszebb hagyománya. Az idősek figyelemmel kísérik a fiatal családok életét, és nagy gonddal választják ki az újszülöttet, aki majd megkapja közös munkájuk gyümölcsét. 6 évvel ezelőtt egy kisleány kapta meg az ajándékot, az utána következő években pedig sorra kisfiúkat ajándékoztak meg. Most a 3 hónapos Herbent Hannára esett a választásuk, aki 3 fiú után a család 4. gyermekeként látta meg a napvilágot. A 3 fiú után, ahol a család ilyen szépen nevel a gyerekeket, és olyan, én át szemem előtt nőnek, már szomszédok vagyunk, és gondoltam, ha kislány lenne a 4. baba, milyen jó lenne, hogy hát ennek a kislánynak eddig mind fiú volt, akinek adtuk, az első volt kislány, most ez a 6. megint kislány, többi mind fiú volt. És ez család elfogadta, hogy megkérdeztük, hogy elfogadják-e a paplant, és örültek neki, hogy hát ő kapja. A 4 gyermekes édesanya, Herbentné Cserményi Virág elmondta, Hanna február 11-én született. Testvérei is nagyon örültek a kis hugicának. A Bence most első osztályos, ő a legnagyobb, utána Regő, ő középső csoportos, a legkisebb fiam pedig most lesz májusban 2 éves, ő Zalán. Ennyi picivel hogy sikerül megszervezni egy napot, hogy mindenkire jusson idő? Vannak nehéz pillanatok, de úgy összességében hát próbálunk a férjemmel összedolgozni, és így ezért megoldható. Nagyszülők itt élnek-e Ajkán, és mennyiben tudnak ők segíteni? Sokat segítenek. Az nehezíti a dolgot, hogy apukám még dolgozik, és anyukámnak is azért vannak elfoglaltságai, de próbálnak minél több időt szakítani ránk.